Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Magyarországon, az Egyesült Államokban, Európában, Ázsiában, Afrikában, mindenhol, ahol néztek minket, ahol néztek engem. Következik egy körülbelül egy órás élő elemzése mindannak, amit témaként felvetettem. És meg kell nektek mondanom, hogy nagyon vártam ezt a bejelentkezést. Nem is fogom elhúzni sokáig, tehát nem mondok ilyeneket, hogy hogy aki jól lát, jól hall, az jelezze, nyilván jelezzétek, hogyha megtennétek, megköszönöm, de nem is akarok hosszú időt ezzel eltölteni, hiszen pontosan tudom, hogy a bejelentkezés nagyon sokan nem élőben, hanem utána fogjátok, utólag fogjátok megnézni. Március 15-e van 2024-ben, áldott szép ünnepet kívánok mindenkinek, méltó megemlékezést az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire. Viszont a mi témánk a mai napon más. Nevezetesen, ki lesz az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke? Mostanra letisztult a kép, és ezért úgy gondoltam, hogy egy választási kisokossal készülök nektek innen az Egyesült Államokból, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy elmagyarázom, hogy mi a kiválasztási folyamat, egyáltalán miért figyelünk mi mindenre ilyen mértékben. Kezdem is azzal, amit most felvetettem, miért figyelünk mi ennyire az amerikai Egyesült Államok következő elnökére? Miért éppen Amerikára? Ugye vannak nagyobb államok, vannak népesebb államok. Ott van például India, és azt se tudjuk, hogy ki irányítja Indiát, vagy nem is tudjuk, hogy hogy áll föl a politikai rendszerük. Nos, ennek sok oka van, de az egyik az az, hogy az amerikai Egyesült Államok mindenkori elnöke, az az egyik legnagyobb közhatalommal bíró ö, személy. Mire is gondolok pontosan? Az Amerikai Egyesült Államok elnökének nem csak hogy elnök, hanem neki vannak miniszterei, úgyhogy ő egyben a miniszterelnök is, mi több, ő a fegyveres erők főparancsnoka. A harmadiknak, tehát a fegyveres erők főparancsnokának annak a megjelölésének, hogy te vagy a mi parancsnokunk, ennek nagyon sok jelentősége van a választási kampányban is. Tehát nem egyszerűen csak az, hogy ő az elnök és mellette vannak funkciói, hanem arról van szó igazából, hogy vannak minisztériumai, vannak miniszterei, és ő a fegyveres erők főparancsnoka. Hogyha így fordítanánk le, akkor a világ vezető atomhatalmának a parancsnoka, az ott ül a piros gomb mellett, bármikor intézkedhet például háborús bevetésekről, visszavonásokról is, hát ő rendelkezik az atomkóddal is, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy nem csak elnök, hanem kvázi miniszterelnök, bár így nem szokták őt megnevezni, illetve a fegyveres erők főparancsnoka, így viszont szokták megjegyezni. Tehát az egyik legnagyobb közhatalommal bíró személy. A 2024-es választásokat november 5-én kedden tartják majd meg. Ahogy Magyarországon mi szoktuk mondani, Kérdezni, hogy ön szerint kinyeri a választásokat most vasárnap, azt az Egyesült Államokban úgy szokták kérdezni, hogy ön szerint kinyeri a választásokat kedden, ugyanis a KED az az Egyesült Államokban a hagyományos választási nap. Most lesz a 60. elnökválasztás, tehát 65, eddig 59-szer választottak elnököt az Amerikai Egyesült Államokban, és most választják meg az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökét nyilvánvalóan ugye voltak olyan elnökök, akik dupláztak, volt egy elnök, aki két cikluson is ugye továbbment, de hogyha megnézzük, hogy kik lehetnek az Egyesült Államok elnökei, akkor kezdjük ezzel például a választási kisokost. Olyan amerikai ember lehet az Egyesült Államok elnöke, aki elmúlt már 35 éves, aki Egyesült Államokban született, tehát itt ezen a földön kellett uh, születnie, illetve uh, 14 éve állandó lakóhelyjel bír az Amerikai Egyesült Államokban. Itt ugye voltak különböző dilemmák, például amikor a, annak idején uh, megkérdőjelezték például azt, hogy uh, Barack Obama Amerikában születette, ugye ő hawaii született, és Hawaii az Egyesült Államok legfiatalabb tagállama, de aztán eloszlatta a kételjeket, születési anyakönyvi kivonatot mutatott be, illetve van még egy különös érdekessége most a 2024-es, meg a korábbi választásokkal kapcsolatban is ennek az egész ténynek. Volt egy olyan vacsora, ahol az elnök, beszélt, méghozzá széles körben beszélt, és ott nagyon neves meghívottak voltak. És ott volt ezen a bizonyos díszvacsorán a neves üzletember Donald Trump, aki akkor még egyáltalán nem volt elnök, és politikai pályára se vágyott, vagy az, hogy vágyott-e, azt nem tudom, de hogy nem volt közismert a neve a politikában, ahol sokak szerint, hát hogy, hogy is mondjam, végig rósztolta, tehát égette, vagy neki szólt ez a bizonyos beszédnek egy bizonyos része, hiszen Trump volt az, aki megkérdőjelezte, vagy az egyik azok közül, akik megkérdőjelezték a, azt, hogy Obama itt születette az Egyesült Államok területén, és ezért percekig mondjuk úgy, hogy lassú tűzön forralta Trumpot, és sokak szerint, akik őt ismerik, tehát az Egyesült Államok 45. elnökét, sokak szerint ez volt az a gála vacsora, ahol eldöntötte Donald Trump, hogy elindul az Egyesült Államok elnöki székéért, és milyen érdekes a dolog, éppen ezt a pálcát ugye korábban éppen Barack Obamától vette, vette át annak idején. Szóval ami már biztos, és ezért is vállalkoztam erre az élő elemzése, nagyon-nagyon fontos, hogy én egyrészt nem vagyok amerikai állampolgár, nem vagyok szavazópolgár, tehát én klasszikus újságíróként próbálok nektek elemezni, tehát nem vagyok sem elfogult, nem szurkolok egyik vagy másik félnek sem. Milyen érdekes, hogy a világ mennyire szurkol egyik vagy másik elnöknek vagy elnök jelöltnek, ugye elnöknek, erre külön majd visszatérünk, hiszen most itt két elnök indul. Nagyon ritka az ilyen, hogy egy volt elnök és egy jelenlegi elnök indul egymással szemben. Szóval megpróbálok objektíven, részrehajlás nélkül, kampánytémákkal, illetve választási menetrenddel szolgálni nektek. Kezdjük is azzal, hogy letisztult a kép az úgynevezett Superked, ami március 5-én kedden volt, még nem hozott végleges döntés, de mivel a republikánus oldalon visszalépett Nikki Haley volt ENSZ nagykövet, Dél-Karolinának a volt kormányzója, ezért onnantól fogva a republikánus oldalon Donald Trump maradt, és innentől fogva gyakorlatilag időkérdése volt az, hogy mikor gyűjti össze az úgynevezett delegátusi szavazatokat. Republikánus oldalon 1215 delegátusi szavazatot kellett összegyűjtenie, és amikor ez megtörtént, egyébként ez az úgynevezett minikedden, tehát március 12-én megtörtént, onnantól fogva kijelenthető, hogy ő lesz a republikánusok. Őt kérik föl, mert még nem hivatalos jelölt, őt kérik majd föl a republikánus pár a konvencióján, hogy vállalja el a felkérést. Ugye ez egy ilyen nagy-nagy beszéd, aminek a végén elhangzik a jellemző mondat, és elfogadom a jelöléseteket, és elindulok az Egyesült Államok elnöki székért, vagy harcba szállok az elnöki székért. Na, szóval ez március 12-én megtörtént, egyébként Joe Biden is... E összegyűjtötte a delegátusi szavazatokat, hiszen demokrata oldalon is voltak ilyen előválasztások. Na nézzük ezeket az előválasztásokat. Az előválasztás az arról szól, ugye itt két nagy pártról beszélünk, két gyűjtő gyűjtőpártról beszélünk. Egyrészt a demokratákról, én megpróbálom ezt így magyarosítani, vagy magyarra fordítani, mondjuk úgy, hogy a baloldal, a másik pedig a republikánus, mondjuk úgy, hogy a jobb oldal. Ezt ma már akár szociáldemokrata vagy patrióta oldalnak is hívhatnánk, tehát két nagy gyűjtőpárt van, ahol mindenhol a gyűjtőpártok sajátossága miatt van szélső jobb és mérsékelt, van szélsőbb bal és liberális oldal, szóval, hogy ez a két párt Hagyományosan az, amelyik meg, amelynek a jelöltjei megküzdenek az elnöki székért, vannak kisebb jelöltek, de általában ez úgy szokott lenni, hogy a Demokrata Párton belül is van egy előválasztás, meg a Republikánus Párton belül is van előválasztás. Ez ugye az év elején megkezdődött, és akkor most előre is leszögezem, hogy kevesebbet fogok a demokratákról beszélni, ennek pedig egyetlen, egy markáns oka van. Nevezetesen az, hogyha az éppen funkcióban lévő elnök úgy dönt, hogy újrázni kíván, akkor általában az ő pártja nem indít ellene plusz jelöltet. Tehát Joe Bidennek az útja, mondhatom azt, hogy vörös szőnyeges a jelöltségig. Hiába ugye voltak ellenfelei a párton belül is, de hát ezek nem voltak komoly ellenfelek, tehát Biden gyakorlatilag simábban jutott be. A ebbe a küzdelembe, ebbe a most már kimondhatjuk, hogy Trump Biden visszavágóba. Viszont Donald Trumpnak voltak ellenfelei olyannyira, hogy már hát egy olyan egy év, két-három hónappal ezelőtt még nem volt egyáltalán biztos, hogy ennyire simán fogja kivívni a jelöltséghez szükséges mandátum számot, hogyha belegondolunk abba, akkor Florida kormányzója, én egyébként éppen most Floridából beszélek hozzátok, Florida kormányzója Ronald DeSantis, Ron DeSantis, fejfej -fej mellett haladta, a volt elnökkel a felmérésekben, a népszerűségi listákban, aztán onnantól fogva volt egy katasztrofális kampány nyitánya, ugye a Twitteren, X-en összeomlott a kampánybejelentése, bejelentése, utána egyre jobban lecsúszott, és a végén nem is utolsóként szállt ki a küzdelemből. Aztán ott volt például az indiai származású, de amerikai tech guru Vivek Ramaswamy. Aki talán még radikálisabb vagy még republikánusabb volt, mint Donald Trump. Érdekes volt, hogy, hogy igazából nagyon nagy kritika az ő részéről nem is hangzott el Trump irányába, és akkor, amikor ő visszalépett a jelölt jelöltségtől, akkor a, megjelent, egyszerűen megjelent Donald Trump ünnepi rendezvényén, oda is adta neki a mikrofont át is engedte neki a szót Donald Trump, és Vivek Ramasvami e, úgy, hogy egy héttel korábban még versenyzett Donald Trump ellen, egy héttel később már e, őt ünnepelte a színpadon, és azt mondta, hogy Trump elnökre van szükség. Sokan azt mondják, hogy ezért valamiféle kormányzati pozíció talán még a lelnökség is e, járhat majd neki, ezt majd e, meglátjuk. A legvégén pedig Nikki Haley volt ensz nagykövet Dél Karolina kormányzója, szállt ki. Na most, ahogy gyűltek, ahogy egymás után mentek ezek a bizonyos előválasztások és kaukuszok, 50 államból áll az Egyesült Államok és a demokraták, republikánusok külön-külön előválasztásokat tartanak. Ez a kaukusz, ez egy ilyen nagyon-nagyon nehezen megfogalmazható dolog. Én úgy fordítanám le magyarra, hogy egy hatalmas, nagy lakógyűlés, ahol az emberek összejönnek, vitatkoznak egymással, valaki beadja a derekát, valaki kiszáll, és a végén hoznak egy bizonyos döntést. Az előválasztás pedig klasszikusan különböző szavazati cédulákon múlik. Az előválasztásoknak az még a különlegessége itt az Egyesült Államokban, hogy vannak olyan államok, ahol csak a demokrata, illetve a republikánus regisztrált szavazók szavazhatnak, valahol pedig nyitott, és mindenki szavazhat. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor mondjuk egy demokrata úgy dönt, hogy elmegy a republikánusok előválasztására, csinál egy taktikai szavazást, mondjuk szavaz Nikki Hélire, és ez azért lehet becsapó, mert hogyha, becsap... mert hogyha ő nyert volna, akkor a fene nem tudja például, hogy most ő kapta meg a szavazatot, de november 5-én, hogyha ezt egy demokrata tette meg egy adott államban, akkor valószínűleg Joe Bidenre szavazott volna. Szóval Kialakult a végeredmény. Azt azért tudni kell, hogy 2016 óta a népszerűségi felméréseknek, a közvéleménykutatásoknak a megbízhatósága jelentősen romlott. Tehát ne felejtsük el, hogy 2016-ban, amikor az elnöki székért Clinton elnöknek a felesége Hillary indult, illetve Donald Trump, akkor gyakorlatilag nagyon sokan úgy gondolták, hogy eleve el van döntve, hogy Hillary Clinton az Egyesült Államok első női elnök lesz. Volt egy ember, aki megírta a Madame President, vagyis Elnök Asszony című könyvét, arra a napra élesítve, amikor ugye Hillary végül is vesztett, és annak a napnak a krónikája brutálisan bemutatta azt, hogy voltak emberek, akik nem vallották be a közvélemény kutatásokban, hogy ők bizony Trump pártiak, aztán utána nem is olyan szűken, hanem meggyőző fölénnyel nyert Donald Trump és lett az Egyesült Államok 45. elnöke. A fölülmérés az annyiban változott, hogy mostani előválasztásoknál már voltak olyan államok, ahol alul mérték Trumpot, tehát többet mértek neki, mind mindahány szavazatot a végén kapott. De végül is Igazából általában ez úgy szokott lenni, hogy a, ahogy mondom, a jelenlegi elnök valós kihívó nélkül menetel. Nála is volt egy hatalmas érdekesség. Ezt, amit most mondok, az nem annyira jelentős, de politikai bulvárnak azért nem rossz. Ugye az 50 államon kívül vannak előválasztások a különböző amerikai területeken is, és van egy külbirtok, vagy mondjuk úgy, hogy tengeren túli hát nem megye, de akkor azt mondom, hogy terület, tehát külbirtok, amerikai Samoa, ahol Biden elnök jelentősebb kihívó nélkül egy Marylandi üzletemberrel szemben 51 40 re kikapott, ezt értsétek úgy, hogy 91-en szavaztak, és utána másfél két órával később a vállalkozónak a választási honlapja összeomlott, mert hát kíváncsiak voltak, hogy ki az, aki sikeresen megverte legalábbis egy előválasztáson Joe Biden, -t. de igazából ennek ma már nincsen jelentősége, hiszen ő is összegyűjtötte a jelöltséghez szükséges delegátusi szavazat számot. Azt mondja, hogy a mostani, tehát most már megvan minden, most már Donald Trump és Joe Biden is összeszedte ezeket a bizonyos delegátusi szavazatokat, mostantól már nem csak a lokális témákra koncentrálnak, tehát gondoljátok el, hogyha elmentek Ajovába, akkor... Ájóvái ügyekkel foglalkoztak. Hogyha elmentek Dél-Karolinába, akkor Dél-Karolinai ügyekkel foglalkoztak. A szuperkedden, ahol 15 állam szavazott egyszerre, ott azért már megpendítettek nagy országos kampánytémákat is, hangsúlyosabban, mint korábban, de mostantól már csak egymással kell, hogy foglalkozzanak, illetve országos kampánytémákkal kell, hogy ö, ö, foglalkozzanak. Amit még tudni kell, ugye említettem nektek ezt a bizonyos rendelkezés: 35 éves lehet, a, aki amerikai elnöknek akar indulni, 35 éves, Amerikában született, 14 éve állandó lakóhelye volt, és nem volt még kétszer elnök, ugyanis az alkotmány egyik kitétele szerint, aki kétszer volt elnök, az harmadszor nem lehet. Hogyha azt mondom, hogy a jelenleg élő elnökök között, Mondjuk Jimmy Carter lehetne elvileg még elnök, ugye ő hospice ellátásra szorul is, 99 éves, tehát most csak teoretikusan mondtam, de ő például lehetne elnök, Donald Trump, aki egyszer volt elnök, de utána nem nyerte meg az újrázást, lehet elnök, viszont azok, akik élnek és letöltötték a kettő mandátumokat, William Jefferson Clinton, vagyis Bill Clinton, George Bush, a fiatalabb Big Bush vagy Barack Obama, ők már többet nem lehetnek az Amerikai Egyesült Államok elnökei. Egyébként is nagyon ritka és furcsa az, hogy valaki nagyon ritkán fordult elő a történelemben, hogy elnök volt, aztán utána nem volt elnök, majd megint elnök lesz. De hát Donald Trump esetében pontosan tudjuk azt, hogy a furcsaságok, az érdekességek, a. A nem várt dolgok azért jelentősen közre játszhatnak abban, hogy, hogy megint valamiben unikális lesz. Például, hogyha megnyeri a választást, akkor úgy lett elnök, hogy ő volt a 45. meg ő lesz a 47. elnök. Például. Viszont egy biztos, hogy innentől fogva, ha majd nyer, akkor harmadszor már nem indulhat, tehát nem indul újra ez a bizonyos mandátum. Tehát, hogyha egyszer nyert, egyszer veszített, egyszer nyert, akkor nem lehet, nem indulhat el majd harmadszor is. Ugye ennek egy óriát, tehát itt ez az Egyesült Államok elnök választása nem csak politikáról, hanem sóműsorról is szól. Ugye vannak demokrata értékrendek, vannak republikánus értékrendek. És vannak, akik párt ideológiákra vagy meggyőződésre szavaznak, vannak olyanok, akik egyszerűen az elnök személyére szavaznak. Sokat kutatták, sokat beszéltek arról, hogy például Ronald Reagan, az Egyesült Államok korábbi republikánus elnöke, hogy például ő egy nagyon jó jó ember volt, hiszen ugye színész volt, nagyszerű filmekben is szerepelt, ezen kívül pedig egy nagyon sármos, jóképű ember volt, mennyi szerepet játszott az abban, hogy ő nyert az elnökválasztáson. Vagy például annak idején, amikor az idősebbik Bush... George Herbert Walker Bush, akinek a születésnapi ünnepségén annak idején ott lehettem Keneban Ken Ken portban, egy tévévita során többször is ránézett a karórájára. Ezt a tévében látták, és az ellenfelei azt mondták, hogy unta a tévévitát. Tehát magyarul unta a választókat mondták, és ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ő neki például nem sikerült annak idején újráznia. Tehát Amerikában azért ez, azon kívül, hogy Ideológiák mentén döntenek az emberek, igenis szól a jelöltekről. És a, mondjuk azt, hogy a show műsornak akár az is része, hogy az amerikai elnökök jelentős részben nem a saját nevükön idézőjelben élnek, vagy lettek híresek, hanem beceneveik vannak. Tehát, ahogy az említett, említettem az előbb, mi a világon úgy ismerjük, hogy Bill Clinton, miközben ő William Jefferson Clinton. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy Joe Biden, akkor őse Joe a személy hanem az útlevelében, hanem Joseph Rubenet Biden Jr. ez a neve, de ő a Joe-t használja. Jimmy Carter sem Jimmy Carter. Viszont Barack Obama vagy Donald Trump nem használta ezeket a bizonyos ö, beceneveket. És hogyha még a sóműsorra visszatérek egy pillanatra, itt Amerikában mindent vár, tehát én mindig várják a következő alkalmat, hogy, hogy mi lesz. És amióta Donald Trump belépette az amerikai politikába, azóta mondhatom azt, hogy bizonyos elemeiben teljes egészében sóműsor bizonyos szegmense a választásnak. Volt ez korábban is, tehát ahogy említettem, például az óra nézegetést nézték egy TV, mondjuk úgy, hogy show, itt Amerikában úgy mondják, hogy show kellős közepén, de hogyha visszagondoltok arra, hogy amikor William Jefferson Clintonnak, Bill Clintonnak volt a Monica Lewinsky aférja, akkor neki volt egy meghallgatása, egy zárt láncú tévén hallgatták meg a hatóságok, és ő rendszeresen, melyik oldalra, az egy, a jobb kezével lenyúlt a erre balkézeli iszom. Tehát lenyúlt a, a kamera mellé, ahonnan közvetítették, és egy bizonyos üdítő márkát kortyolgatott. Ahogy véget ért a történet, abban a pillanatban a, a, ennek a vetítés, bemutatása, abban a pillanatban még reklámot is építettek erre. Tehát, hogy a só elemeket sem nélkülözi ez az egész amerikai választás. Na de mi most térjünk vissza a konkrét témák, tényekre, tehát hogy ki lesz a következő elnök, ki lehet a következő elnök. Mondok nektek egy olyan választási érdekességet, ami ami, ami, talán így nem is gondoltunk bele, vagy nem is gondolunk bele. Ugye az amerikai Egyesült Államok 50 tagállamból áll, a legfiatalabb az a Hawaii, ahol két évet éltem nem is olyan régen. Szóval az Egyesült Államoknak 50 tagállama van, és mégis mindösszesen fél tucat, vagy éppen picit több, mint fél, fél tucat, de mindenképpen 10 alatti államban fog eldölni hogy ki lesz az Egyesült Államok vezetője. Ez lehet, hogy most egy kicsit, ahogy mondtam, ellentmondásnak tűnik, hiszen minden szavazat számít, de itt egy nagyon fontos dolgot kell tudni, egyrészt a választási rendszert, másrészt pedig a be betonozottságot. A választási rendszerrel kezdem. Itt nem az lesz az elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az úgynevezett popular vote, megint megpróbálom magyarosítani a népi szavazat. Tehát, hogy ahány szavazatot kapott az ember, az lesz az elnök. Nem. A történelemben többször előfordult az, hogy nem az lett az Egyesült Államok elnöke, aki több szavazatot kapott. Ugyanis van egy úgynevezett elektori kollégium, és elektor számokat gyűjtenek ezek a bizonyos jelöltek. 270 elektori szavazat kell ahhoz, hogy valaki az Egyesült Államok elnöke legyen. Minden állam Kap egy bizonyos elektori számot, attól függ, hogy mennyi lakosa van. Ugye az Egyesült Államoknak több törvényalkotó grénuma van, a szenátusban száz eh, szenátor van, és minden állam kap eh, kettő szenátort, függetlenül attól, hogy hányan lakják. Az Icipici Haválynak is két szenátora van, meg a hatalmas Kaliforniának is. A képviselőházban viszont már a népesség számaránya alapján juttatnak be képviselőket, és az elektori számok is arról tanúskodnak, hogy adott államban hányan vannak. Kettő pici államtól eltérően az államok túlnyomó többségében, tehát Amerikában az államok, ahol egy szavazattal nyernek, ott az állam összes elektorját begyűjtik. Na most aki látta, érezte, hallott róla, utánaolvas egyáltalán az úgynevezett endless Selection, vagyis a véget nem érő választás 2000-ben történt, ugyanis amikor már összeszámolták a 49 államnak a szavazati arányát, ugye Albert Gore, Al Gore és fiatalabb Bush, George, Herbert, George, Herb, George Walker Bush, tehát George W. Bush küldött a küzdött az elnöki székért, akkor Floridában egyszer csak azt mondták, hiába mondták korábban, hogy Gore nyert, tehát Gore az Egyesült Államok elnöke, visszavonták ezt, és azt mondták, hogy ez egy nagyon speciális kifejezés, vagy a too close to call, vagyis túl közeli, hogy kihirdessük az eredményt. És ezt követően látszott az, hogy a hatalmas Florida, ahol most 22 millióan laknak, 170 ezer négyzetkilométerről beszélünk, ugye? Szóval 100 szavazatok fognak dönteni arról, hogy ki fogja elvinni a floridai elektori szavazatokat, és aki azt elviszi, az lesz az Egyesült Államok elnöke. Tehát áttételesen mondhatjuk azt, hogy azon a néhány szavazaton múlik, és akkor most mondom konkrétan, amire lezárult, egy hosszú folyamat volt, lezárult a bírósági eljárás is, szóval 537 szavazaton múlott, hogy ki fogja elvinni Floridát. 537 szavazattal nyert George Bush és George W. Bush, és innentől fogva ő lett az Egyesült Államok elnöke. Tehát, hogyha Floridában 538 szavazattal többet kapott volna Gore, vagy 538-al kevesebbet Bush, akkor másképp alakult volna a világtörténelem. És egyébként abban azon a 2000-es választáson Albert Gore, tehát Al Gore, több szavazatot, több népi szavazatot, több úgynevezett popular vótot kapott, mint George Bush, és mégsem lett az Egyesült Államok elnöke. És milyen érdekes például, hogyha 2016-ról beszélünk, ahol ugye a közvélemény kutatások egyértelműen Hillary Rodan clinton preferálták, vagy, vagy részesítették előnyben a felmérések, azt mutatták, hogy ő lesz az Egyesült Államok következő és egyébként első női elnöke. Mégis Donald Trump nyert, tehát megnyerte a választást, ezt követően négy évvel 2020-ban 7 millióval több szavazatot kapott, mint 16- ban és mégis elvesztette Joe Bidennel szemben. Tehát Amerikában ez a választási logika igazából nagyon érdekes Magyarországhoz képest idegen. Tehát a Kalifornia elképesztően sok elektort ad, Hawaii és néhány másik állam meg csak 3-3-at ad a milli... Három a... A minimum. Na most rátérek a másikra, ugye említettem nektek azt, hogy tematikusan haladjak, hogy hiába áll 50 tagállamból az Egyesült Államok, alig fél tucat, de mindenképpen 10 alatti úgynevezett inga állam, vagy pedig bizonytalan állam, csatatér államban fog eldőlni az, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Vannak bebetonozott államok, ha bármi történik, de bármi történik, akkor is vagy demokraták, kökeményen demokraták, vagy kőkeményen republikánusok lesznek. Úgyhogy lehet rajtam számon kérni, majd megnézhetitek, de előre elmondom nektek, hogy Kaliforniát, New York államot és Illinois-t, egyértelműen a demokraták fogják megnyerni. Nem azt mondom, hogy nem kell ott kampányolnia a másiknak, nem azt mondom, hogy nem kell ott megjelennie, de ezek annyira a demokrata államok, hogy az ottani elektori szavazatok oda fognak menni. Ugyanígy, hogy legyek továbbra is teljesen objektív és részrehajlásmentes, a republikánusoknál Tennessee, Idaho, Oklahoma, ezek azok az államok, hogyha fene fenét eszik, ha piros hó esik a az égből akkor is mindenképpen ezek republikánus államok lesznek. És akkor van az a fél tucatnyi állam, ahol el fog dölni a választás. Ezek például Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Tehát ezekben az államokban fog eldölni, főleg, hogy ezeknek az államoknak az elektoriális szavazatai hova mennek, és utána az elektorok kit szavaznak meg. Ha megyünk tovább, akkor lebonthatjuk ezt az egészet, és egy pillanatra visszautalnék az előválasztáshoz. Ugyanis az, hogy Nikki Haley, aki igazi esély nélkül volt már szuperked előtt is, én korábban úgy fogalmaztam, hogy csoda kell, hogy ne Trump legyen a republikánusok jelöltje, aztán nagyobb csoda kell egyre nagyobb, hatalmas, óriási, aztán, aztán már nem is tudom, hogy mi kellett volna, hogy történjen, hogy ne Trump legyen. Szóval Nikki Haleynek a versenyben maradása Trumpal szemben azt, furcsa módon azt mondom nektek, bár megosztotta a szavazatokat, bár Trumpnak az én negyed szemmel, szemesarkából sarkából figyelnie kellett Nikki Haley-t, aki valószínűleg arra játszott, hogy büntető ügyek lehetnek trump kapcsolatban, és, és akkor lehet, hogy be kell ugrania, mert hogyha a büntető ügyek eszkalálódnak, akkor lehet, hogy mégsem lehet majd elnök, és akkor kell egy B-verzió. Szóval ezen kívül Donald Trump igenis hálás lehet Nikki Haleynek még hozzá, azért, mert bár bizonyos államokban csak 20-22 százaléknyi republikánus szavazatot vitt el, de voltak államok, ahol 30 -t, 35 -t, Ezek a szavazatszámok megmutatták azt, hogy Donald Trump hol gyenge. Itt azt le kell szögeznünk, hogy két a korábbi évek, vagy korábbi négy évek, vagy ciklusok tapasztalatából adódóan mondom ezt így, nem népszerű elnökjelöltek vannak. Tehát a saját pártjukon belül, vagy a közvélemény kutatásokban sem kirobbanó népszerűségű elnökökről ö, beszélünk. Nem Egyáltalán nem erről van szó. Viszont a republikánusoknál úgy nézett ki, hogy ugye mi most azt látjuk, hogy mindenhol... Ö, Mindent nyer Trump még hozzá nagyon, de ne felejtsük el, hogy ez még csak az előválasztás. És a, ha kinyitjuk a demokraták felé ezt a bizonyos ablakot, akkor ott azért korán sem ilyen népszerű Trump. Szóval nézzük meg azt a részét, hogy Nikki Héli versenyben maradt, és megmutatta Trump számára azt, hogy Donald Trump, tehát a most már jelölt, jelöltből lassan jelölti később pedig hivatalos jelölté váló republikánus jelölt hol gyenge. Már pedig Drá Trump kifejezetten Gyengének bizonyult a felsőiskolai végzettségű, tehát diplomás republikánusoknál kifejezetten Gyengébnek Gyengébben szerepelt a kertvárosban lakó embereknél. Tehát hogy Például volt ez a két szavazói réteg, amely megmutatta, hogy nem Trumpra adta le a voksát, hiába őt favorizálták, és ezért nagy valószínűséggel Trumpnál ez egy óriási ö, lehetőséget adott Niki Hélének a versenyben maradása, hogy megnézze, hogy ezeket a választói rétegeket hogyan tudja majd minél jobban bevonzani saját magához. Nikki héli egyébként furcsa módon, ahogy említettem, a korábbi jelöltek kiszálltak és szurkoltak tovább valakinek, és ugye Vivek Rámásvámi pedig egy ilyen politikai udvarlást is tartott Trump felé. Nikki Haley nem mondta azt a kép az ő rászavazóknak, hogy és mostantól szavazzatok Trumpra, hiába republikánus, hanem azt mondta, hogy reméli, hogy Trump meg tudja győzni majd a nem rá szavazó republikánus réteget is, és ez valószínűleg erre vonatkozott, amiről beszéltünk, tehát a felsőfokú iskolai végzettségű diplomás republikánusok, kertvárosban élő republikánusok, meg ugye ne felejtsük el, hogy az el nem kötelezettek, tehát a pártot még nem választok körében is, ugye lesz egy komolyabb kampány. Na most az jól látszik a választási térképen, hogy a nagyvárosok, a nagyvárosok belső kerületei teljesen egyértelműen demokraták. Tehát demokrata szavazatok lesznek majd. Ugye itt a nagy metropoliszokról beszélünk. Ahogy említettem nektek, például New Yorkot, tehát ott, ott bármi történik, New York államban a demokraták fognak nyerni. A nagyvárosok egyértelműen demokraták. A... Kisebb települések, kisebb városok, falvak, farm régiók, amit talán mi még Tanyasi régiónak is hívunk, azok pedig egyértelműen kőkeményen és nagyon republikánusok. Ezért nagy valószínűséggel minden párt rá fog szavazni a kettő közötti régióra, amiről beszélek ez pedig egyértelműen a nagyvárosok külső peremkerületeiben lakó inkább munkásabb réteg. Tehát magyarul az agglomeráció vagy az elővárosi réteg. Itt egészen biztosan nagy harc lesz majd, mondom ezekben az államokban. Ugye az elővárosokat kell majd meggyőzniük, a bizonytalanokat el kell vinniük majd a szavazó urnákhoz, illetve lesz majd még egy nagyon nagy különbség. Ne felejtsük el, hogy ez a választás, ez más lesz, mint az egyel korábbi, meg az egyel korábbi az más volt, mint az összes korábbi. Nevezetesen, hogy 2020-ban, ugye a szavazás az mindig olyan, hogy oda el kell menni. Tehát Ájovában, amikor például volt az első ö, előválasztás, akkor ott ítélet idő volt. Akkor ott föl kell húzni a csizmát, akkor ott látszott, hogy mennyi karambol volt, hogy a jeges havas úton el kell menni. Tehát az, hogy valaki eljusson egy választó helyiségbe, az ha minimálisan is, kisebb, nagyobb munkát igényel, beül a kocsiába, felszáll a vonatra, valamilyen módon eljut a választó körbe. Nyilván a választókörök közel vannak egymáshoz, tehát nem kell nagyon messze utazniuk, de valamit tenniük kell. Miközben 2020-ban a levélszavazatoknak köszönhetően nagyon sokan szavaztak olyanok közül is, akik nem szavaztak volna. Egyszerűen azért, mert kényelmes volt x a papíron és beküldeni ezt a bizonyos levelet. Ez úgy néz ki, hogy a demokratáknak kedvezett. Ez például most a 2024-es választásokkor, hát most nem tudhatjuk, hogy lesz-e világjárvány novemberig, de hogyha nem lesz, és adja Isten, hogy nem lesz, akkor például ez egy olyan szegmens, amelyik nem lesz meg majd 2024-ben, és meg volt abban a választásban, vagy azon a választáson, ahol Joe Biden végül is legyőzte Donald Trumpot. Azt mondja, ha a politika iránt nagyon mélyen érdeklődő és kutató emberek az Egyesült Államokban azt mondják, hogy a választásnak az egyik tétje az lesz, hogy Joe Bidennek például sikerül-e Donald Trumpról szóló népszavazással változtatnia ezt az egész választást. Ha igen, Joe Biden fog nyerni. És a másik oldal, a pontos vesző utáni rész pedig úgy szól, hogyha, Joe Biden, hogyha Donald Trumpnak sikerül egy Joe Bidenről szóló népszavazássá változtatni ezt a választást, akkor Donald Trump lesz a következő elnök. Erről is szól az, amit mondtam, hogy egyrészt a korábbi választásokhoz képest népszerűtlen jelöltek. Tehát ez most egy viszonyszám, de a viszonyszám egyértelműen megmutatja, hogy hogy a korábbiakhoz képest népszerűtlenebb jelöltek vannak, tehát ez is egy bizonyos ö, bizonyítéka ennek, hogy egymásról szóló népszavazással sikerül-e változtatniuk ezt a bizonyos választást. Ha már ez megtörténik, <kül> Ugye az ember szavaz vagy a pártra, vagy az ideológiára, vagy pedig magára a jelöltre. A jelöltekre még egy pillanatra majd visszatérek, de most nézzük a központi kampánytémákat, hogyha a területi elrendezést, elrendeződést már megbeszéltük. A határvédelem egyértelmű kampánytéma lesz, ugye a mexikói-amerikai határon özönlenek a menedékkérők, és ez egészen biztosan nagy kampány témája lesz, főleg a republikánus oldalnak, mindjárt le is bontom majd ezt, de most gyorsan tovább megyek. Az oktatás kérdése például, Joe Biden 32 milliárd dollárnyi diákhitelt engedett el például. Ezzel ő kampányol, a másik oldalon pedig azt mondták, hogy ilyeti módon ez helytelen volt. Külpolitikai kérdések, főleg Ukrajna további támogatása, vagy a támogatás elapasztása, vagy teljes beszüntetése biztos, hogy kampány lesz, ugyanúgy, ahogy Izrael kérdése is. Joe Biden-t uh, többször is atakkolták mostani kampány, kampány rendezvényeken, kiabálták neki, hogy free-free Palestine, meg hogy az izraeli a tüntetők szerinti népírtást promotálta, illetve segítette azzal, hogy ahogy ők mondják, elftelenül kiszolgálta Izraelt. Trump egy kiszámíthatóbb, erősebb Izrael politikát ígér, de az biztos, hogy ebben kisebb a szakadék a két párt és a két jelölt között, mint Ukrajnával kapcsolatban. Tehát amennyiben Trump nyer, akkor valószínűleg fenekestől felfordul, vagy brutálisan lecsökken, vagy le is áll Ukrajna támogatása. Amennyiben Biden marad az elnök, akkor nagy valószínűséggel Ukrajna felfegyverzése, fegyveres támogatása folytatódik. Egyébként Biden sem küldene amerikai katonákat a térségbe. Illetve, hogy a külpolitikának és biztonsági, biztonságpolitikának és a külpolitikának az egybelegét nézzük, akkor biztos, hogy a NATO kérdésében a két jelölt brutálisan más álláspontot képvisel. Ugye Trumpról közismert az, hogy a NATO tagállamokat, a többi tagállamot rendszeresen szidja azért, mert meglátása szerint nem teljesítik a kötelességeiket, és elvárják az Egyesült Államoktól, hogy ő védje meg a többi tagállamot. Azt mondta, hogy ez nem fordulhat elő, vagy nem folytatódhat a jelenlegi formájában. További témák. A demokrácia állapota, is itt majd elő fog jönni a kapitóliumnak a január 6-ai ostroma, tehát a 2021. január 6-ai ostrom, ahol ugye ne felejtsük el, hogy Donald Trump ellen több bírósági eljárás is van, választásrendjének befolyásolása, hamis információ közzététele, akkor is azt hirdette, hogy nyert, amikor már tudta, hogy veszít, illetve hogy milyen ö, szerepet játszott abban a zendülésben, amely a kapitóliumnál történt. Ez befolyásolhatja még a választást. Ugyanis volt egy korábbi felmérés, amely azt mutatta, hogy ha az M a valamelyik elnök, tehát hogyha Trump elnök jelöltet, elítélik, méghozzá a bíróság elítéli, akkor van egy olyan réteg, nem is olyan pici republikánus réteg, aki azt mondja, hogy Trumpra szavazna, de hogyha elítélik, akkor nem fog rá szavazni. Az nagy kérdés persze, hogy ilyenkor a másik jelöltet támogatja, szerintem nem annyira valószínű, vagy azt mondja, hogy inkább otthon marad, mert mondjuk az értékrendjettől még republikánus, csak nem akar egy olyan jelöltet támogatni, akit el is ítéltek. Az előbb felsoroltam azt, hogy ki lehet az amerikai elnök, ugye 35 éves, elmúlt 14 éve amerikai lakos, Amerika földjén született, és nem tettem hozzá, mert nem is kellett hozzá tennem, hogy például büntetlen előélet. Az Egyesült Államokban nem törvény az, hogy csak büntetlen előéletű, erkölcsi a rendelkező, hogy magyar is rítsam a dolgot, jelölt indulhat a választáson. Volt is olyan az amerikai történelemben, de amikor valaki börtönben ülve gondolta azt, hogy ő már pedig elindul az Egyesült Államok elnöki székért. Tehát ha ad abszurdum előfordulna, hogy a négy nagy perben, 91 vádpontban, ezek közül borítékolhatóan lesznek olyanok, amelyeknek az ítéletei november 5-e után születnek meg, de lehet olyan is, amelyik november 5-e előtt születik meg. Tehát ad még az is előfordulhatna, hogyha, és most általánosságban fogalmazom, bármelyik elnök jelöltet lecsukják, akkor ő attól még akár a börtönből is megnyerheti a versenyt. De ad az is előfordulhat, hogyha mondjuk Donald Trumpot őrizetbe veszik, megválasztják elnöknek, akkor ő elnöki jogköréből adódóan kegyelmet adhat például saját magának. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa jogrend. Korábban erre nem is volt példa, de ahogy mondtam, nagyon sok olyan dolog történt már a történelemben, amire nem volt korábban példa, és Donald Trump színre lépésével ez pedig megtörtént. Illetve, hogyha a bírósági perekről, azoknak a lehetséges kimeneteléről és a demokrácia állapotáról, kapitólium ostromáról választják, rendbe való beavatkozásról beszéltem, akkor lesz majd még egy nagy kampánytéma, ez pedig az LMBTQ jogok. Ugye itt nagyon egyszerű a dolog, itt kívül, itt viszont nem olyan, mint Izraelnél, hogy vannak hasonlóságok, de lényegi különbségek is. Itt a republikánusok és demokraták, illetve Biden és Trump között uh, szinte feloldhatatlan hatalmas uh, ellentétek vannak. Demokraták és Biden támogatja az LMBTQ jogokat, a itt most beszélünk egyneműek házasságáról, gender kérdésekről, átfogó és minden érintő gender kérdésekről. Ugye nem is véletlen, hogy van olyan tagja a kormányzatnak, aki férfiből lett nő, vállaltan leszbikus képviselő, illetve szóvivő is van. Szóval, hogy sok minden van, republikánus oldalon pedig egy radikális elutasításról van szó, különösen az ilyen jellegű családi, családdal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban is, és ettől teljesen különálló módon az LMBTQ jogokkal kapcsolatos kérdésekben. Ami viszont talán számotokra is nyilvánvaló, és korábban ilyetén módon nem volt még ennyire a választásnak a része, az egyértelmű külső kampánytéma, tehát nem a jelöltek fognak vele kampányolni, hanem külső kampány téma lesz, az az elnök jelölteknek a kora, egészségi állapota, állóképessége. Tudni kell, hogy az amerikai Egyesült Államokban az elnök egészségi állapota nyilván bizonyos személyes adatoktól eltekintve közügy, tehát az ő vizsgálati eredményei azok széles körben lehetnek akár ismertek. Például annak idején, amikor az egyik elnök, elnököt műtötték, Clinton elnököt műtötték, akkor abban a néhány órában, amíg őt altatásba helyezték, abban a néhány órában az alelnöke ö, gyakorolta az elnöki jogkört. Ugye itt még egyszer mondom, fegyveres erők főparancsnokáról van szó, ö, aki akár az atomkód vagy a vörös gomb fölött is rendelkezik. Na most itt ennél a választásnál azt látni kell, hogy a 81 éves Joseph Rubenet Biden Jr., tehát Joe Biden, és a 77 éves uh, Trump elnök, volt elnök csap össze. Nem véletlenül mondok Trump elnököt, nem tévedek, azt tudnotok el, az Egyesült Államokban nincsen uh, volt elnök, tehát van, mi így, így, tehát felétek úgy kommunikálok, egykori elnök az Egyesült Államok volt elnöke, de ők mindvégig elnökök, és kiár nekik ez a titulus és ez a megszólítás is. Uh, tehát Trump 77 éves, Joe Biden 81 éves. Ha Joe Biden nyer, akkor a 86. életévében lesz majd a ciklusának a legvége. És itt ugye bejön olyan választói réteg is, amelyik veszélyes lehet. Ez például a TikTok generáció. Miért mondom, hogy a TikTok generáció, vagy a TikTokot használók veszélyt jelenthetnek ebben a felállásban Joe Bidenre? Van egy olyan réteg, amelyik nem követi a napi politikának a, az állását. Nem mondja azt, hogy most ő Ukrajna, vagy, vagy Izrael-lel kapcsolatban mi a véleménye, hogy a munkaerőpiacot hogy teremti meg, és ilyesmi, hanem egyszerűen csak a TikTokot pörgetve azt látja, hogy az ő elnöke esik, kell, kezet fog a fantom senkivel, felolvassa a sugógép három pontját, meg a neki szóló utasításait. Tehát van egy ilyen generáció, amelyik egyszerűen azt mondja, hogy méltatlan el helyzetben látja az elnökét, aki mondjuk a közönség soraiból fölszólít valakit, aki korábban már meghalt. Ähm, éppen ezért ez, ez a fajta technika, vagy ez a fajta mondjuk TikTok generáció igenis beleszólhat ebbe a választásba. Ugyanakkor látják a túloldalon is, hogy <coughs> mit tudom én a magyar miniszterelnököt. Törökország elnökének nevezi mondjuk Trump elnökjelölt, vagy Biden összekeveri Ukrajnát és Gázát, néha elalszik egy, vagy legalábbis úgy látszik, hogy elalszik egy bizonyos gyűlésen. Ez egészen biztosan primőr módon előtérbe helyezi az elnök jelölteknek a korát, ugye még egyszer mondom, 80 fölött és 80-hoz jelentősen közelítő, bár a, a, és ez most nem egy politikai vélemény, a, széles körű nyilvánosság előtt azért mégis Trump vitálisabbnak látszik, fiatalabbnak, energikusabbnak látszik. Szóval ez is előtérbe helyezi. Ez különösen azért, mert Trump például többször gúnyolódott Bidennek az állapotán, vagy a viselkedésén, vagy a hol van a sugógép, hol olvassam, mert hogy én sugógép nélkül beszélek, nem úgy, mint ez a szerencsétlen és hasonló típusú megnyilatkozásokat tesz és igenis tesz arra utalást, hogy az ellenfele túlidős. Egyébként megjegyzem, hogy a demokrata oldalon is nagyon sokan túlidősnek tartják Joe biden az újrázáshoz, miközben Joe Biden mindig minden alkalommal elmondja, hogy ő ereje teljében van, teljesen rendben van minden. A korral való élcelődés, viccelődés vagy kampánytéma egyszer korábban már felmerült. Annak idején, amikor újraválasztásáért küzdött Ronald Reagan, akkor volt egy TV vita, ahol az újságírói kérdés úgy szólt, hogy mit szól ahhoz elnök úr, hogy ön már most is az Egyesült Államok legidősebb elnöke, ha újra választják, nyilván akkor még idősebb lesz. És Ronald Reagan azt válaszolta, hogy ne haragudjon, én az életkort nem fogom kampánytémvává tenni, soha nem betemednék arra, hogy kihasználjam ellenfelem fiatalságát és tapasztalatlanságát ebben a kampányban. Na, itt még az ellenfele is röhögött, meg az újságíró, meg hangos tapsot kapott, tehát egy ilyen poszt azért ki lehet ebből jönni. Az más kérdés, hogy Joe Biden képes lesz erre. Ugye korábbi tévejgései, vagy Bakijai vagy esései, kelései, fantom készfogásai után egy viszonylag összeszedett és kemény beszédet mondott a State of the Union, vagyis a, ezt megint magyarosítom a évérték előjében, és e, ott például energikusabbnak tűnt, de ké, kétségtelen, hogy a harsányabb, hangosabb és erősebben beszélő Donald trump majd érdekes lesz egy tévévita, ha lesz egyáltalán tévévita. Az amerikai demokráciának az egyik alapja, amióta ugye jó régen egyébként, több mint tehát hét évtizede volt már tévévita, hogy lesz-e egyáltalán tévévita, amikor a legerősebb jelöltek ütköztetik az álláspontjukat. Ugye általában ez a demokrata és a republikánus elnök jelölt. 1992-ben Ross Peró például befurakodott közéjük, és látványos népszerűségre tett szert, független vagy nem republikánus, nem demokrata, nem kívülről jövő jelöltként. Na most a republikánus előválasztásoknál megfog, megfigyelhető volt az, hogy voltak olyan TV viták, amikor ö, Donald Trump nem ment el. A republikánus elnök jelölti vitára. Ugye a korábbi választáson ott volt, lehengerlő volt, nagy hangú volt, mondott csúnyát, mondott szépet, mondott erőset, de most például el sem ment. És mi, mi történt? Olyan dolog történt, ami, amit a politológusok szerintem életük végéig kutathatnak, nem ment el, és ettől növekedett a népszerűsége. Egyszerűen úgy érezte, hogy ő nem akar olyan jelöltek között lenni, akik úgysem lesznek majd végső ellenfelek. Milyen érdekes, hogy annak idején éppen itt Floridában, illetve a floridai akkori kormányzó George Bushnak a testvére Jeb Bush annyit mondott, hogy miért engedik ide közénk, akkor, amikor még érdeke volt Trumpnak elmenni, miért engedik ide közénk ezt a bohócot, hát úgyis mindenki tudja, hogy sosem lesz az Egyesült Államok elnöke. Mondta Jeb Bush, majd kiszállt a versenyből, és Donald Trumpot azóta tudjuk, ez már történelem megválasztott az Egyesült Államok 45. elnökének. Na most, hogyha tovább megyünk a felsorolásban, nézzük a, a, Trumpi kampány témákat. Hát egyrészt egyértelműen a Mexikó határán lévő fal. Ugye a demokraták úgy vélik, hogy a migráció ilyetén módon sem veszélyes az Egyesült Államokba, sőt, munkahelyet hoz. Sőt, a republikánusok azzal vádolják őket, hogy azért hoznak ennyi bevándorlót, hogy később állampolgárságot adjanak nekik, és később a demokratákra szavazzanak. Ugyanakkor Trump. Egyértelműen elkezdett kampányolni azzal, ami az amerikai sajtóban gyakorlatilag most már e, rendszeresen és hangsúlyosan szerepel, az ide érkező illegális migránsok által elkövetett súlyos bűncselekményekkel. Tehát elmondják például egy gyilkosság után, hogy ennek az áldozatnak nem kellett volna meghalnia, ma is élne, ha nem jött volna át innen, onnan, amonnan ez a bizonyos illegális e, bevándorló. Ezért ez hangsúlyos kampány témája lesz a Republikánusoknak és Donald Trumpnak. Azt tudnotok kell, hogy rendkívül lassan, ezt magam tapasztalatából is tudom, rendkívül lassan dolgozik a migrációs hivatal. Sokak szerint éppen azért, mert a menedékkérők kérelmeit el kell látni. Van olyan menedékkérő, aki 7 évet vár arra, hogy döntés szülessen az ügy ügyében. Átjön a mexikói-amerikai határon, ott menedékkérelemhez folyamodik, 3 extrém esetben 7 évig is tárgyalják az ügyét, de abban a 7 évben ő itt van, ő dolgozik, ő használja az egészségi rendszerét az Egyesült Államoknak, a gyereke az oktatási rendszerét, ha úgy jön. Tehát, hogy ez például egy valószínűtlenül hosszú idő, és ezzel is kampányolni fog Trump, hogy ezt le akarják szállítani, és egyes becslések szerint az lenne az ideális ebben a felállásban, hogyha fél év alatt döntenének valakiről, fél év alatt eldöntik, aztán e, mondjuk őt. Aztán Ugye Donald Trump az egyik legnagyobb ö, hazaküldési akciót jelentette be, tehát ha november 5-én megválasztják, 25 Január 20-án pedig ismét beiktatják hivatalába, akkor ő azt mondja, hogy tömegével haza fogja szállítani az itt lévő illegális bevándorlókat, amelyek egy része legalábbis szerintük politikai célból van, van itt. Nyitott kérdések vannak a továbbiakban, például amit említettem, nektek lesz a TV vita. aztán mekkora szerepet kap ez a bizonyos gúnyolódás. Tehát például Donald Trump most legutóbb a telefonomon felugrott egy ilyen hirdetés, hogy támogassam 5 dollárral, 10 vagy 25-tel Donald Trump kampányát. Ilyet kapok egyébként Biden elnöktől is, vagy látom itt az itteni streamingeken, meg YouTube-on, meg sok minden más helyen. És ő például úgy kampányolt, hogy adjak legalább 5 dollárt, hogy leválthassuk az Egyesült Államok valaha volt legrosszabb elnökét. Ő egyenesen talán szabad fordításban szörnyűnek nevezte. Most ezek után ők hogy fognak beszélgetni? Ugye emlékezhetünk még a Hillary Clinton Donald Trump első tévévitára, ami gyakorlatilag egy egymás fröcskölése, gyalászkodás. Igazából voltak olyan pillanatok, amikor érdemi vitát sem nagyon láthattunk, csak azt, hogy egymást hogyan gyalázza a két jelölt. Tehát, hogy ezek után a mérsékeltebb, visszafogottabb, de talán kevésbé koncentráltabb Biden, és a sokkal erősebben, talán erőszakosabban, agresszívebben támadó beszélő Donald Trump között lesz-e vita. Ezt majd meglátjuk. Ugye vannak felmérések, és ez a záró, és hogyha vannak kérdéseitek, tegyétek föl, én megpróbálom lejegyzetelni, és akkor megválaszolni. A jelenlegi felmérések. És hangsúlyozottan jelenlegi felmérések, mert hét és fél hónap van még a novemberi elnök A jelenlegi felmérések egyértelműen Donald Trumpnak kedveznek. A, úgy ezekben az államokban, amiket felsoroltam, tehát ahol eldőlhet ez a bizonyos választás, ugye, aki nem volt itt a, korábban, elmondtam, hogy vannak bebetonozott demokrata államok, Kalifornia, New York, Illinois, vannak bebetonozott, bármi történik is, republikánusok maradnak, Tennessee, Idaho, Oklahoma, és vannak ezek a csatatéri ingó államok, ahol eldől majd a választás, Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Szóval, hogy a jelenlegi felmérések egyértelműen Donald Trump előnyét mutatják azokon a helyeken is, ahol korábban Biden nyert. És ez nem sok jót vetít előre a demokrata elnök, a jelenlegi elnök számára. Ugyanakkor az is tény hogy egyrészt van még hét és fél hónap, másrészt a bírósági tárgyalások trump szemben ellen ö, folyamatban vannak. Az más kérdés, hogyha ő sikerül mártír szerepben feltűnni, akkor akár az is lehet, hogy ez még meg is erősíti az ő ö, pozícióit. Sok minden történik majd, és mondom, lehet, hogy lesz tévévita, lehet, hogy nem lesz tévévita, de igazából ö, még nem dölt el. Az biztos, hogy szoros verseny várható, az biztos, hogy hát a kampány jelenlegi állapotában azt mondom, hogy egy mocskos kampányra lehet számítani, egy vagdalkozós erős kampányra, egy egymást becsmérlő, szidó, gyalázó kampányra lehet számítani. És az, hogy mi lesz a vége, akkor még egyszer elmondom mindegy ilyen slávbordosan, egy ilyen nagyon-nagyon röviden összefoglalva, hogy egyrészt ebben a fél tucatnyi, picit több mint fél tucatnyi államban dől majd el a választás. El fog dőlni az elővárosokban, hiszen a nagyvárosok, demokraták, a falvak és a farm régiók, a nagyon vidék, azok pedig nagyon republikánusok. Joe Bidennek rá kell hajtania a tőle elpártolt választókra. Nagyon sok latinó van, akik el akik el pártoltak tőlük. Illetve van még egy speciális dolog, amit a legés legvégére hagytam. Nevezetesen, és én ebben azért nem szeretnék majd állást foglalni, mert ez a hazai belpolitikát is érinti. Nevezetesen az itt valaki rákérdezett, és ezért akartam ezt feldobni nektek, hogy a magyar amerikai kapcsolatok. Ugye az látszik, hogy a jelenlegi magyar kormányzat egy oldalra tette le. A voksát, a garast, ez ugye Donald Trump és a republikánusoknak az oldala, a magyar politikai vezetés neki szurkol tőle vár sok mindent, mert azt azért lehet tudni, látni és érezni ebben nincs részrehajlás, ez gyakorlatilag egy ténykérdés, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok kifejezetten rosszak. Az elmúlt években több olyan intézkedés történt, amelyik sokakat, sokunkat mondhatom azt érint, például a kettős adóztatás kizárásáról szóló törvény eltörlése, vagy az ezt a könnyített beutazási engedélynek a szigorítása, többszörös szigorítása, ugye határon túli magyarok, hogyha külföldön születtek, a mai külföld területén, Romániában, vagy Ukrajnában vagy e, Szerbiában de mondjuk magyarok akkor e, vízumhoz kell folyamodniuk. A két éves sokszori belépési engedélyt egyszeri e, engedélyre változtatták. Tehát hogy és a kettős adóztatás eltörléséről szóló egyezmény és sok minden más most például a nagykövetet, amerikai nagykövetet bekérették e, a külügyminisztériumba e, a jelenlegi elnök egyik kijelentése miatt. Tehát a magyar-amerikai kapcsolatok jelenleg nem jók. Nyilvánvalóan, hogyha Magyarországon ugye most nincsenek országgyűlési választások, tehát maradni fog a jelenlegi ö, politikai vezetés, de itt Amerikában meg 2024. november 5-én elnökválasztás lesz, és sok minden más választás lesz, tehát választanak szenátorokat, képviselőket, választanak az államok is, választanak az önkormányzatok is, tehát itt a fékek és egyensúlyok rendszere másképpen ö, működik ö, ilyetén módon. Szóval, hogyha itt most marad a jelenlegi adminisztráció, tehát Joe Biden, Joseph Rubenet, Biden Jr. adminisztrációja, tehát a demokrata kormányzat, akkor nem várható legalábbis a csillagállás, a jelenlegi csillagállás szerint nem várható jelentősebb javulás, amennyiben Trump volt elnök, ismét elnök lesz, akkor azt majd meglátjuk. Egy dolgot azért szeretnék nektek elmondani. Ugye én horvát-magyar kettős állampolgár vagyok. Két útlevelem van, két állampolgárságom van, most nyilván ugyanúgy beszélek horvátul, mint magyarul. Én még életemben nem hallottam Plenkovic miniszterelnök úr nevét itt az USA-ban, de nem hallottam még Klaus Johannis nevét sem, vagy Robert Ficó nevét sem. A magyar miniszterelnök nevét rendszeresen emlegetik. Egyrészt azért, mert kölcsönösen, mondjuk úgy, hogy politikailag udvarolnak egymással Trump elnökkel, volt elnökkel. Trump meghívta magához a magyar miniszterelnököt, magyar miniszterelnök beszédében többször is hitettett Trump mellett. Szóval itt azért róla, illetve Magyarországról ilyetén módon tudnak. És akkor még egyszer, és az nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon jelzés értékű, hogyha a magyar miniszterelnök az Egyesült Államokba látogat, és a magyar Politika legerősebb szereplője nem találkozik az Egyesült Államok jelenleg legerősebb szereplőjével, Joe Bidennel, mi több Joe Biden a, a Trump Orbán találkozó után egy nappal már a saját beszédének a részévé teszi a magyar miniszterelnököt, annak álláspontját és Biden által vélelmezett különböző állításait. Szóval itt most ha magyar-amerikai kapcsolatokról beszélünk, akkor nagyon egyszerű a helyzet, hogyha a jelenlegi adminisztráció marad, akkor a magyar-amerikai kapcsolatokban hát valószínűleg sok mindennek kellene ahhoz történnie, hogy, hogy javuljon. Ha Trump nyer, akkor, akkor meg majd meglátjuk, hogy mi lesz. Még egyszer elmondom a nyitó mondatomat, ugye nagyon sokakat foglalkoztatnak a választások, mégsem foglalkozunk a kontinensnyi Ausztráliával, vagy a sokszoros lakosság szám tömegben lévő, 5 6 hatszor több lakossal bíró Indiával, ha se tudjuk, hogy ki és hogyan irányítja. Miközben az Egyesült Államokkal foglalkozunk, ennek több oka van, de az egyik az az, hogy az Egyesült Államok mindenkori elnökének miniszterei is vannak, ő irányítja a minisztériumokat a minisztereink keresztül, tehát nem csak elnök, hanem miniszterelnök is, és ő a fegyveres erőknek a főparancsnoka. Ezért a felsorolt kampánytémák, e, például a biztonságpolitika, e, például e, azok a kérdések, amelyek az ország meg, külső és belső megítélését mutatják, ezért jelentős szereppel bírnak, mert az elnök nagyon-nagyon sok mindent képvisel. Mind a két oldalnak megvannak a vezető kampánytémái, a legvégén kiélemelek egyet-egyet. <kül> Mivel annak idején egy abortusz és az abortusznak a törvényi szabályozását érintő törvényel kapcsolatban született egy olyan legfelsőbb bírósági, amit alkotmánybíróságot is jelent, alkotmánybírósági döntés, amely a szövetségi engedményt, illetve a szövetségi szabályozást leutalta állami szintre, és ezért sok hölgy nő. Elpártolt például a saját pártjától. Ez például egészen biztosan Joe Biden szeretné majd a kampány részévé tenni, mert a félidős választásoknál, kettő évvel ezelőtt, jól láthatóan olyan nők is megjelentek a választásokon, és segítették a demokratákat, akik korábban nem jelentek meg ilyen választásokon. Tehát az abortusz kérdése és annak a bizonyos törvényi szabályozásnak a kérdése, amire egyébként. Donald Trump nagyon büszke, hiszen az ő idején nevezték ki azokat a bírókat, akik szintén részt vettek ebben a döntésben. Tehát a demokraták és Biden elnök szeretne minél több nőt bevonni a szavazati körbe, és ez az egyik oka például ennek, ezért ez biztos vezető kampánytéma lesz a túloldalon, pedig a migráció kérdése, és még egyszer elmondom, az illegális bevándorlók által elkövetett súlyos bűncselekmények esete, ez lesz a túloldalon. Eltelt az egy óra, 62 perce vagyunk együtt, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, megpróbáltam objektíven részrehajlás nélkül, jelenleg hét és fél hónappal a választások előtt adni egy általános képet arról, hogy ki hogy áll. Ha a beszélgetés bizonyos részeit visszahallgatjátok, akkor megtalálhatjátok azokat a részeket, amelyek számotokra érdekesek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, mivel ez az élő március 15-én készült, ezért minden magyar honfitársamnak kívánok, remélek méltóság teljes szép ünnepet Magyarországon, a Kárpát-medencében és mindenhol, bárhol is vagytok ezen a földön. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Isten áldjon benneteket, minden jót kívánok, sziasztok!